Második hete szüretelik a dinnyét ezen a perket pusztai ültetvényem. A munkások harmadjára válogatják ki az éret gyümölcsöket. Azt mondják, nem a gyümölcs súlya számít, ránézésre tudni lehet, hogy melyik dinnye lesz édes és zamatos belülről. Lassan kettő hete kezdtük el a szedni. Én jó magam itt a mögöttem levő részen múlt hét hétfőn szedtem elsőnek. Most ma a harmadik szedést csináljuk jól indult, és aztán az időjárás kicsit keresztbe tett, és a kecsegtető súly és minőség az picit a hagy. Egy olyan 300-500 mázsa hektáronként dinnyitelmés várható a, a 7-800 mázsával szembe az intenzív termelésünkön. Olcsó és finom dinnyét árulnak a kereskedők, de augusztusra akár emelkedhetnek is az árak. Ezt mondja Kékesi Mihály, aki szerint most a külföldi piac határozza meg a felvásárlási árakat. A környező ország dinnye termelő részein picit nyomottabb árakon vannak most eladások, és így az export eladásaink nem is igazán indultak meg, mert a makedón, román és más egyéb piacokról szerezték be a lengyel, német és cseh partnereink. Most érződik egy élénk érdeklődés, egy jobb idő jött ott is elő, ami a magyar dinnyénél az árakban még nem igazán tükröződik, mert annak ellenére, hogy nincs elég dinnye, az árak inkább bejebbestek, lejjebb vannak, mint ahogy kellene. Jelenleg 40 forint körül vásárolják fel a kereskedők a dínyek kilóját. A következő hetekben ez még tovább eshet, viszont az alacsony termésátlag miatt augusztusra stagnálhat, vagy akár emelkedhet is a gyümölcs ára.